ez csak erős idegzetőeknek ajánlom. Ábrázolja az 1-4 zárt intervallum értelmezett x-hez abszolút értéki 2x-4 abszolút érték függvényünket. Ami fontos számunkra, hogy zárt intervallumon, ezen az intervallumon kell értelmezni, ezt húzzuk is ide be, hogy ne legyen nekünk zavaró, hogy biztosan ez legyen a megoldás. Tehát a függvényünk ennél szélesebb palettán is mozog, de nekünk a sárga részek között kell ábrázolnunk. Hogyan ábrázoljuk ezt a függvényt? Először is az abszolút értékben lévő függvényt fogjuk ábrázolni, ami nem más, mint a 2x-4. A mínusz 4 miatt keressük meg az y tengelymetszetet, ő itt lesz, és innen a 2x miatt pedig fölfelé kell lépnünk kettőt, egyet pedig jobbra, fölfelé kettőt, egyet jobbra, fölfelé kettőt, egyet jobbra, fölfelé kettőt, egyet jobbra. Itt lesz nekünk a 2x-4 függvényünk. Ezután jön az abszolút érték transformáció, ami 2024-től egy új transformáció, amit tudnunk kell. Ez a transformáció azt jelenti, hogy ami x-tengely alatti részünk van, ezt egyszerűen feltükrözzük, olyan, mintha felhajtanánk a lapunkat. Így az a piros rész, ami az X-tengely alatt van, az valahogy így fog kinézni nekünk, ez lesz ez a zöld. Ami pedig az X-tengely fölött volt, az ugyanúgy megmarad, tehát a függvényünk az egy ilyen V betű formát fog ölteni. Viszont nagyon fontos, hogy a 1-4 intervallumon kell nekünk ábrázolni, amit sárgával meg is jelöltünk. Zárt intervallumról van szó, ezért telikarikákat teszek az intervallum szélére, és az intervallum benti részt fogjuk ábrázolni, fogjuk kihúzni, úgymond. És ez a kék ábránk lesz a megoldásunk. Két extra mód, amivel múlt lehet a matek érettségi para. Itt fő lesz egy lászmét érettségi felkészítőnk, amivel a maximumot tudod kihozni magadból. Ezen a linken, ezzel a kuponkoddal 20% kedvezményen tudsz csatlakozni. Teljes matek tudásom tiéd lehet a Genius Guide mutatom által, kb. egy mozi egy ér. Minden témakörhöz megoldási módszerek, és a legtöbb tippjeim is benne vannak. Ne bízd a véletlenre a matek és hozd ki magadból a maximumot.